Több millió forintos bírságot kapott az állami számvevőszéktől négy ellenzéki párt. A DK, az LMP, az Együtt és a Párbeszéd is a piaci ár alatt bérel irodát, ezzel pedig tiltott pártfinanszírozást valósítanak meg az ÁSZ szerint. Ellehetetlenül a gazdálkodásuk, ezt állítják az Együtt és a Párbeszéd politikusai, ezért közösségi gyűjtésbe kezdenek, közben a Jobbik is benyújtotta észrevételeit az ÁSZ jelentés tervezetére. 25 oldalnyi dokumentummal érkezett a Jobbik alelnöke és gazdasági igazgatója az állami számbevőszékhez, amiket át is adtak az ÁSZ munkatársának. Jogsértőnek, szakmaiatlannak és minden valóságalapot nélkülözőnek tartjuk az ÁSZ jelentését. Volner János úgy fogalmazott, ízekre szedték az ellenőrző szerv érveit, amelyek alapján várhatóan 660 millió forintos bírságot kap a párt tiltott finanszírozás miatt. Nem csak az ÁSZ jelentés tervezetét véleményezték, hanem becsatolták azokat a szerződéseket is, amelyek a Fidesz 2010-es kampányköltéseire vonatkoznak. Vessék össze a Fidesz korábbi kampányköltéseit a Jobbikéval, és látni fogják, hogyha a Fidesznél rendben levőnek találták a Jobbikénál jóval alacsonyabb összegeket, akkor a Jobbik ellenőrzésénél sem lehet más a megállapítás. A számvevők a Jobbik észrevételeit tüzetesen meg fogják vizsgálni, és a számvevőszék 30 napon belül meg fogja válaszolni ezeket az észrevételeket. Ez már az LMP 13. kerületi irodája. A 260 négyzetméteres alapterületű lakást havi 400 ezer forintért bérli a párt. Az állami számvevőszék szerint ez az összeg jóval a piaci ár alatt van. 2012-ben kötöttük meg ezt a szerződést, azóta folyamatosan ezt az összeget fizetjük. Elképesztő az állami számvevőszéknek az eljárása, amely korábban minden évben hónapokat töltött itt, eddig soha nem gondolta, hogy ez problémás, ez az összeg. Az LMP-nek 8 millió forintos bírságot kell fizetnie, és ugyanekkora összeggel kap kevesebbet a pártoknak járó kampánypénzből is. Körülbelül 15 millió forintot kéne majd befizetnünk az alapján, amit információt most kaptunk az ÁSZ-tól. Erről már a Párbeszéd elnökségi tagja beszél. Az ÁSZ úgy találta, amellett, hogy a 2016-os kvóta népszavazás ellen indított kampányuk felületeit áron alul bérelték, a Párbeszéd 6. kerületi irodájának bérleti díja is túl alacsony. Az irodájuk alacsony bérleti díja miatt Juhász Péter pártjának is 10 plusz 10 millió forintos bírságot kell fizetnie. Az ÁSZ politikai megrendelésre az ellenzéki pártok munkáját próbálja ellehetetleníteni. Ez a tendencia teljesen egyértelműen mutatja Orbán hatalomgyakorlását, aki rendkívüli módon fél a hatalma elvesztésétől. Az ÁSZ szóvivője elmondta, a testület politikailag független szerv, amely a pártok ellenőrzését fél évente előre meghatározott ütemezés szerint végzi. A Fideszt idén-nyáron ellenőrizték, és mindent rendben találtak, tette hozzá.